A Bethlen Gábor Református Általános Iskolában is ingyen biztosítják a tankönyveket a tanulóknak, ám lehetőség lesz a szülőknek megvásárolni azokat. A jogszabály szerint az első és másodéves gyermekek ingyen kaphatják a tankönyvet és a munkafüzeteket, és ezt meg is tarthatják. A felsőbb évfolyam, tehát a másodiktól nyolcadik évfolyamig kaphatja ingyen a tankönyveket, azonban ezeket a tankönyveket könyvtári állományba kell venni, és a következő tanévben használt könyveket fognak kapni a további gyermekek. A munkafüzetet megtarthatják. Itt minden szülőnek mérlegelni kell azt, hogy ő úgy gondolja, hogy szüksége van-e a gyermekének a tankönyvekre a későbbi tanulmányaihoz. Amennyiben igen, akkor megvásárolhatják a tankönyvcsomagot. Augusztus 30-án, 31-én várjuk ezeket a szülőket, hogy nyilatkozzanak, hogy megkívánják vásárolni, és akkor minden gyermekünk szeptember 1-én a tanévnyitót követően kapja meg a tankönyvet.